Nagy tisztelettel köszöntöm a BRS-e TV nézőit. Alig egy hét leforgása alatt három fontos mérkőzést vívott a BRS-e. A csabai röplabdás lányok nagy részsikert értek el a Magyar Kupában, és a 2020-as esztendőt is győzelemmel búcsúztatták, miután a Vasas Óbuda együttesét győzték le az Extraligában. A Békés Csaba december 13-án a Fatum Nyíregyháza elleni rangadóval folytatta az Extraliga küzdelmeit. A kékmezes nyíregyháziak kezdték jobban a rangadót, a BRS-e rossz nyitás fogadásai után a vendégek három ponttal elléptek. A Fatum 7-2-re is vezetett, amikor Van der Weyde faragott a csabai hátrányból. Több blokk és Grudina kiváló megoldása után már a hazaiak álltak jobban, és 11-10-nél átvették a vezetést. Fokozatot váltottak a nyíregyháziak, és 4 pontos előnyt építettek ki maguknak. 19-15-ös szabolcsi előny után a vendégek több szervát is rontottak, könnyű pontokhoz juttatva ellenfelüket, 20-20-ról kezdődött a szett hajrája. Lakon ütései a nyíregyházát lökték előrébb, majd Kosekova hiába hárította az első szettlabdát, a másodikat már Radozova értékesítette. A második szettet a házigazda kezdte jobban, Pekárik és Van der Weyde megoldásaival 3 pontos volt a csabai előny. Kiegyenlített a nyírségi gárda, de újra a BRS-e pillanatai következtek, a hazaiak 5 ponttal is meglúgtak. A vendégek erre reagálva feladó cserével és Varga beállításával frissítettek. Utóbbi jót tett a Fatumnak, a meccs leghosszabb labdamenetét is a vendégek nyerték, de az egyenlítés nem sikerült, kritikus pillanatban a hazaiak lendültek tovább. 21-17-es BRS-e vezetés után sem adták fel a szabolcsiak, sorozatban 4 pontot szereztek és kiegyenlítettek. Ortiz blokja és ászértékű nyitása fordítást eredményezett, mégis a Békés Csaba jutott először szettlabdához. Izgalmas és fordulatos hajrá kezdődött, Varga akár el is dönthette volna a szettet, de végül Glembocki jó megoldásai kellettek a hazai egyenlítéshez. Jobban rajtoltak a szabolcsiak a harmadik etapban, a házigazda azonban 4 ponttal reagált, feljavult a hazai blokkmunka és 4 ponttal lépett meg a Békés Csaba. A Nyíregyháza nem akart leszakadni, a BRS-e azonban centerből Pekárik és Grudina pontjaival színesítette a játékot. A Fatum feljött 1 pontra, de Drupa egységei után 19-15-ös BRS-e előnyből kezdődött a szett végjátéka. Nem adta fel a Nyíregyháza ezúttal sem, Zsinórban 6 vendégegység után már 2-vel vezetett a Fatum. Drupa és Van der Weyde még kiharcolta az egyenlítést a Békés Csabának, de a vendégek voltak fegyelmezettebbek a szett végén. A 2-1-es vezetés szerző Nyíregyháza jól startolt a negyedik szettben is. Van der Weyde és Pekárik 1-1 bravúros megoldással tartotta látótávolságon belül csapatát, Glembocki ejtésével pedig 10-nél az egyenlítés is sikerült. A Békés Csaba átvette a vezetést, amelyet nem sikerült megtartania, a végjáték 18-14-es nyírségi előnyből indult. A vendégek azonban több hibát is vétettek, ezúttal a BRS-e egyenlített, majd 20-19-re átvette a vezetést Van der Weyde pontja után. A házigazda azonban kulcs szituációkban hibázott, amelyeket a Fatum megbüntetett. Lakomb juttatta meccslabdához csapatát, amelyet saját maga értékesített, a magas színvonalú mérkőzést így a nyírségiek nyerték 3-1-re. Úgy gondolom, hogy azokban a pillanatokban, amikor nagyon fejfej mellett ment a két csapat, akkor mindig volt valaki, aki egy pici extrát tudott, aki egy pici stabilitást bele tudott vinni. A BRS-e február óta először veszített bajnoki találkozót, ebben a szezonban pedig a 11. összecsapáson kapott ki először. Igazi rangadóhoz méltó volt azt hiszem a tegnap esti találkozó. Nyilván az eredmény miatt lehetünk egy picit csalódottak, viszont a mutatott játékkal abszolút még azt is mondanám, hogy elégedett vagyok. A problémánk abban gyökeredzett, hogy kétszer is szett végén egy nagyobb előnyt adtunk le, amiből egyszer ugyan visszajöttünk a második szettben. A harmadik szettben, ami véleményem szerint a kulcs volt, ott nem tudtuk azt az előnyt megtartani, amit a szett végéig felépítettünk, és ebből remekül jött vissza a Nyíregyháza, illetve ezt a saját maga javára tudta folytani a negyedik szettben.
Tóth Gábor együttese december 16-án a DVTK elleni Magyar Kupa negyeddöntő visszavágójával folytatta a meccsdömpinget. A párharc első mérkőzésén december 2-án a Svitelszky Békés Csabai röplabda ese 3-0-ás sikert aratott. A BRS a szerdán magabiztos játékkal rukkolt elő a negyeddöntő visszavágóján. Tóth Gábor együttese magabiztosan teljesített nyitásfogadásban, támadásban és védekezésben is, amelynek köszönhetően a csabai lányok 25 hétre nyerték meg a nyitó etapot. A második szettet is uralta a Békés Csaba, 25-13-as játszma sikerével pedig bebiztosította továbbjutását az elődöntőbe. A csabai lányok a harmadik szedben már tét nélkül játszhattak. Tóth Gábor bevetette a fiatal tehetségeket is, akik nem okoztak csalódást és 25-15-ös szett sikerrel 3-0-ra zárták le a mérkőzést. Nagyon jól kezdtünk, nyomást tudtunk helyezni a nyitásainkra, így a védekezésünk nagyon egyszerűvé vált. Tulajdonképpen nagyon lendületesen lehoztuk ezt a találkozót, külön öröm volt számomra, azzal együtt, hogy fontos részsikert értünk el, hogy újra fiatalokat vethettem be. A sorozat négyes döntőjét 2021. március 12-e és 14-e között rendezik. A BRS-e a Vasas Kaposvár párharc győztesével küzdhet meg a Magyar Kupa döntőbe jutásért. A Békés Csaba december 19-én a Vasas Óbuda ellen folytatta az Extraliga küzdelmeit. A két együttes egymás ellen kezdte a bajnoki szezont október elején, akkor a BRS-e 3-2-es győzelmet aratott. A visszavágót a fekete szerelésben pályára lépő házigazda kezdte jobban, a nyitószett közepére a BRS-e már jelentős előnnyel rendelkezett. A szett végjátékára felzárkózott a Vasas és 21-20-as Csabai előnyből kezdődött a hajrá. A Békés Csaba válaszként ezt követően már nem engedélyezett pontot ellenfelének. Az etapot végül a BRS-e csapatkapitánya Pekárik Eszter zárta le egy szépen kivitelezett center támadással. Aztán egy center támadás, és Pekárik Eszter lezárja az első játszmát. A második játszma elején fejfej mellett haladtak a csapatok, majd a házigazda fokozatot váltott. A csabai lányok kiválóan védekeztek és megtalálták a rést a Vasas védelmében, Glembócki termelte a BRS-e pontjait. A szett közepén 14-8-ra vezetett a hazai együttes, amely szinte megsemmisítette riválisát. A csabai lányok 11-1-es sorozattal ütötték ki az ellenfelüket, a szettet Barbora Kosekova szemfüles megoldással zárta le, a csabaiak 25-9-el szereztek 2-0-ás vezetést. Kosekova 25-9. A harmadik etapban villámrajtot vett a BRS-e. A csabai lányok eredményes támadójátékuk mellett védekezésben is remekeltek. Glembócki zsinórban 3 blokkot osztott ki, így már 8-0-ra is vezetett a Békés Csaba. A házigazda a szett közepére tovább növelte előnyét, és 14-4-nél már 10 pontos volt a különbség. A folytatásban azonban kissé megtört a BRS-e lendülete, és zárkózott a Vasas. Az angyalföldiek azonban nem tudták átvenni a vezetést, Tina Grudina zárta le a harmadik etapot. A BRS-e 25-20-ra hozta a játékrészt és 3-0-ra a mérkőzést. Az első játszma volt a kulcs, és utána olyan magabiztosak lettünk, hogy utána a második két szetet már simán tudtuk hozni, ha lehet ilyet mondani ilyen szinten. Nagyon jó volt belőle a mérkőzés, úgy gondolom, hogy mindenki jól tudott játszani, és ez nagyon fontos volt, hogy így megyünk el a téli szünetre. A Békés Csaba sikerével továbbra is őrzi lista vezető helyét a tabellán 11 győzelemmel és 31 megszerzett ponttal. A Vasas a negyedik pozícióból várhatja a folytatást. Úgy gondolom, hogy mindkét együttes jól védekezett és stabil nyitásfogadást mutatott be a mérkőzésen. Hosszú labdameneteket játszottunk, de sokszor nem tudtunk pontot szerezni a támadásaink végén. Úgy gondolom, ez volt a Békés Csaba sikerének kulcsa, eredményesen támadtak, gratulálunk nekik a győzelemhez. Értékelt a Vasas lengyel szakvezetője. A BRS-e legközelebb 2021. január 29-én lép majd pályára bajnoki mérkőzésen, amikor a Balatonfüred gárdáját fogadja Békés Csabán.
A görög bajnokság egyik sztárjátékosával erősítette meg keretét a BRS-e. Manolina Konstantinou személyében egy többszörös görög bajnok és kupagyőztes játékost igazolt a csabai klub. A viharsarki együttesnek Anasztázia Bezsonova októberi súlyos térsérülése után vált szükségessé az erősítés, hiszen Lindsay van der Weyde és Glenn Bocki Zóra gyakorlatilag csere nélkül voltak kénytelenek lejátszani az előző hetek mérkőzéseit. A BRS-e ezért a szezon végéig szóló megállapodást kötött a 27 éves, 184 cm magas, nyitásfogadó ütőposzton bevethető ciprusi játékossal. Manolina Konstantinou már 9 évesen elkezdett röplabdázni, és azóta nem is próbált ki másik sportágat. A szüleim ismert röplabda játékosok voltak, jelenleg pedig edzők, így egyértelmű volt mindenki számára, hogy én is ezt a sportot fogom űzni. Talán ebből is kifolyólag viszonylag hamar, 9 évesen kezdtem el röplabdázni. Az első pillanattól kezdve nagyon szerettem és élveztem a játékot. Emlékszem, hogy állandóan a pályán voltam, alig lehetett mással elterelni a figyelmemet. A játékos a Limassol gárdájában kezdte pályafutását, miután leérettségizett, Görögországban folytatta karrierjét. A Panathinaikos csapatához igazoltam, amely egy óriási múlttal rendelkező klub. Az első légiós évemet követően az Olympiakos együttesében kaptam lehetőséget, amely véleményem szerint a legnagyobb aténi sportegyesület, ha a kosárlabdát, a labdarúgást és a röplabdázást nézzük. 4 szezont töltöttem a Pireus gárdájában, ahol minden évben bajnokok és kupagyőztesek lettünk. Ezek röplabda karrierem legnagyobb sikerei. A ciprusi nyitásfogadó ütő 2018 óta a görög Tetis együttesében szerepelt, és onnan tette át székhelyét Békés Csabára a koronavírus járvány okozta helyzet miatt. A járvány nehéz helyzetbe sodorta a görög röplabdázást. Tulajdonképpen az utcákra sem volt szabad kimenni, nem tudtak a játékosok edzésre járni. Ezért elhalasztják a mérkőzéseket, félbeszakították a bajnokságot. Ez fizikailag és mentálisan sincs jó kihatással a sportolókra. Ezért úgy döntöttem, hogy olyan helyen szeretném folytatni a karrierem, ahol magas színvonal jellemzi a bajnokságot és vannak mérkőzések. Békés Csaba tűnt a legideálisabb helyszínnek, ezért döntöttem úgy, hogy szeretném megmutatni azt, hogy milyen fából faragtak. Manolina Konstantinou december közepén érkezett Békés Csabára, és a helyszínen tekintette meg a BRS-e Nyíregyháza elleni bajnoki mérkőzését. Nehéz, küzdelmes mérkőzés volt. Mindkét csapat nagyon küzdött minden egyes labdáért, csúsztak-másztak a játékosok. Magas színvonalon játszottak a csapatok. Az első tapasztalatok után mondhatom, hogy ez jellemzi a magyar bajnokságot is, ezért igazoltam ide. Alig várom, hogy én is a pályára léphessek a Békés Csaba színeiben. A játékos természetesen szeretné érmekkel zárni a szezont, de fontos számára az is, hogy jól teljesítsen. A magam részéről szeretném a legjobb formámat mutatni, mind a pályán, mind azon kívül. Szeretném magam is továbbfejleszteni. Annak a híve vagyok, hogy mindig van javítani való a játékomon. Arra fogok törekedni, hogy minél egységesebb legyen az együttesünk, úgy gondolom, hogy befogadtak a társak. Szeretném hozzásegíteni a csapatot a kitűzött célokhoz, bízom benne, hogy érmekkel és kupákkal zárjuk a szezont. Manolina Konstantinou 2009 óta nem csak a teremben, hanem a homokban is űzte a sportágat, hiszen közel 10 évig strandröplabdázott. The heat, like the humidity, like raining or... Az én szememben teljesen más a strandröpi és a teremröplabda. Sokkal nehezebb úgy játszani, hogy az időjárással és a körülményekkel is meg kell küzdeni, például a nagy hőséggel vagy az esővel. 2009 óta folyamatosan strandröplabdázok is. Általában májusban kezdtem a nemzeti csapatban, és augusztusban végeztem, majd kezdődött a rendes röpi szezon. Több tornát is eredményesen zártunk. 2017-ben másodikok lettünk a kis európai országok versenyén. A játékos elmondta, hogy élhető városnak tartja Békés Csabát,
főként a közlekedést emelte ki. Szabad idejében gyakran ragadt papírt és ceruzát, hogy órákon keresztül rajzoljon. Jubileumi 100. adásunk alkalmából egy ötös listát készítettünk, ahol felülünk a nosztalgia vonatra, és áttekintjük az elmúlt évek legszórakoztatóbb és legfontosabb pillanatait. Ötös listánk 5. helyén olyan pillanatokat mutatunk be, amelyek nem minden esetben kerültek adásba. Az elmúlt években több ezer interjút készítettünk, ekkor óriási fegyelem és figyelem jellemzi az interjú alanyokat. A körülmények azonban nem mindig tették lehetővé, hogy kellő komolysággal válaszoljanak a kérdésekre. Itt a hétköznapokban, ezen a héten. Úgy érzem, hogy... Nyugodtan köszönöm. Igen. Sokat segítelek. Na, még? Na, sziasztok! Elfelejtettem a kérdést. Szóval akkor ugye, milyen érzés egy ilyen nagy formát is mégis soha megrendezni? Szárpíszünk kell! Emlékeznek még arra, amikor kvízre invitáltuk a lányokat? Reméljük önök is jót nevettek a végeredményen. A lista 4. helyén azokat a perceket idézzük fel, amikor nézőink megismerhették a játékosokat a pályán kívül is, bemutattuk a röplabdások és a magányos állatok kapcsolatát. De a női oldalukról is megismerhették a lányokat. Mindenképp fontosnak tartom, hogy gondoljunk az élsportolói karrier utáni időszakra is az életünkben, hiszen ez egy olyan munka az élsportolóság, amit nem lehet örök életig folytatni. A játékosok a sport mellett a kultúrát is fontosnak tartják. A csapatot többször is elkísértük a Jókai Színházba. Általános iskolával az alsó évfolyamokba jártunk rengeteget színházba, szinte havonta mondhatni, akkor volt ilyen bérletünk, erre emlékszem. A lista bronzérmes helyén azok kaptak helyet, akik nap mint nap azért dolgoznak, hogy az egyesület sikeres legyen, a játékosok felkészülten lépjenek pályára, vagy éppen azért, hogy jó hangulatban teljen egy edzés vagy egy mérkőzés. Mindig is kíváncsi volt, hogy mivel foglalkozik Tonyó, a BRS-es statisztikusa. Bemutattuk, hogy hogyan telnek az olasz szakember mindennapjai. Nyáron a vízben pedig Timi, a csapat gyógytornásza készítette fel új közegben a csabai röplabdásokat. Érdekli, hogy hogyan keveri a lemezeket Rudi a BRS-e meccseken. A DJ betekintést engedett a kulisszák mögé. És arra emlékeznek, amikor a Mikulás lepte meg a röplabdásokat a csapat egyik edzésén? Igen, mi is. Már hat éve legalább minden éve jövök a csapathoz, amióta ilyen jó szerepelnek. Úgyhogy mindig figyelünk erre a dologra, a lányok nagyon szeretik, úgyhogy meg mindig jó aranyos is ajándékokat vásároltunk nekik. Az ötös listánk képzeletbeli dobogójának 2. helyére az évtizedes álom, a Békés Csabai Röplabda Akadémia került fel. Végig követtük az európai színvonalú létesítmény kialakítását és építését. Mondhatjuk, hogy az eredmény lélegzetelállító. A BRS-e utánpótlása modern közegben folytathatja a szakmai munkát. És az ötös lista legelőkelőbb helyén aranyéremmel zárt az a sok siker, amelyet az elmúlt években elért a BRS-e. 2016-ban a csabai lányok hazai pályán ünnepelhették a zsinórban 3. megszerzett bajnoki címüket. Harmadszor is bajnok a csabai együttes, Barad Ádám a klubelnöke is rögtön ott van. Az öröm első pillanataiban Szesa Nedenkovics és Barad Ádám egymás nyakában. Alig egy évvel később pedig elkísértük a csabai lányokat Érdre, ahol sorozatban a 2. magyar kupa győzelmüket aratták. Az ünneplésből a felicitá sem maradhatott el. Felicitá!
2018-ban Békés Csaba nyerte el a MEVSA Final Four rendezési jogát. Napokig a röplabda fővárosa volt a megyeszékhely. Természetesen BRS győzelemmel ért véget a négyes döntő. 2019-ben pedig újabb rekordot döntöttek meg a csabai lányok, hiszen több mint 20 év után jutott be ismét magyar csapat európai kupasorozatban a legjobb négy együttes közé. Ez volt a BRS-e TV 100. adása. Tartsanak velünk a következő 100 epizódnál is. Kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánunk. Viszontlátásra!